Az új polgári törvénykönyv még 2014-ben lépett hatályba, azonban a KFT-k törzstők emeléséről szóló határozatot többször elhalasztották. Idén március 15-ig kell dönteniük a tulajdonosoknak a céget érintő változásokról. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a társaságoknak döntenie kellett arról, hogy vagy felemelik a törzstőkéjüket 3 millió forintra, vagy egyéb módon akár a megszűnésükről és végelszámolásukról rendelkeznek, vagy például betéti társasággá alakulnak át. Ennek a változásnak a bejelentése a cégbíróságon keresztül történik, elektronikus eljárásról van szó, és kötelező benne a jogi képviselet. Annyit fontos tudni, hogy közzétételi díja nincsen, és illetékmentesen tehető mindez meg. A győri törvényszék számított a nagy dohamra és arra, hogy az utolsó pillanatban érkezik majd a bejegyzések többsége. Győrben 2400 olyan KFT volt a 2017. március 15-ös dátumot megelőzően, ami még nem tette leget ennek a kötelezettségének. Az figyelhető meg a cégbíróságunkon, hogy az utolsó 8 napban, tehát március 13-ától nőtt meg olyan napi 100-200 ügyérkezésre az érkezés, és ennek a döntő többsége a KFT-k változásbejegyzési kérelmei, amihez csatolják a taggyűlési határozati jegyzőkönyvet, vagy pedig a hiánypótlásoknak tesznek eleget, tehát ebben a körben érkeznek ezek a beadványok. Ez azt jelenti, hogy 9 nap alatt mintegy 1200-an eleget tettek ennek a kötelezettségnek, de még mindig megvan ugye a hiányzó létszám fele. Akik még nem jegyezték be a változásokat, azok ellen hivatalból törvényességi felügyeleti eljárás indítható, és legvégső esetben meg is szüntethetők. A PTK hatályba lépése óta több változás, több határidő is volt, és ezért nagyjából arra lehetett számítani, hogy mindenki az utolsó pillanatra hagyja ezeknek a bejelentését. Itt is erre számítunk, ez tapasztalható is az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy a legtöbben eleget fognak ennek tenni, illetőleg még ha határidőn túl is, de beérkezik, mielőtt a törvényességi felügyeleti eljárás megindulna, akkor is eleget tudnak tenni ennek a kötelezettségüknek. A KFT-k a szükséges adminisztrációt április 14-ig végezhetik el, bírság és figyelmeztetés nélkül.